tiszta víz. Nem kér, mielőtt elkezdi? Nem kellett volna abba a székbe ülnie. A fizikai behatás csökkentheti a korábbi kontaktusok remanens lenyomatait. Elbassza a lenyomatot. Kádat nem találtunk. Mindenhol azok a hülye modern zuhanyfülkék vannak, de remélem ez is jó lesz. Jó lesz. Ideje lenne kezdeni. Ezt most nem kellene látnom. Ezek nélkül nem megy. Csak néhány elmosódott folt lenne. Éles képet akar, igaz? Csinálja csak. Pontosan mit akarnak tudni? A cégről van szó. Az aranydimenziónak vége. Nem hiszek magának. A cég elnökét ma hajnalban letartóztatták. Mindenki tudta, hogy korrupt. Korrupció? Az csak egy kis színes lenne ehhez képest. Ha ez kipattan, az egész dimenzió bukni fog, és vele bukik a város is. A cégéit minden, a víz, a gáz, a villany, a sarki kurva, minden. Anarchia jön és káosz. Költözek el. Hogyan történt? Pontosan ezért vagyunk itt. Az elnök egyik lakásában. A volt elnök egyik volt lakásán. Valaki papírokat lopott el ebből a lakásból, mégpedig nagyon fontos, bizalmas papírokat. Az a pár papírfeszni romba dönti az egész kurva aranydimenziót. Maga mondja meg nekünk, hogy ki volt az. A táskámban van ragasztószalag és fotópapír. Közben ne nyúljanak a tarkomhoz. Miközben a papírba ég a kép, nem szabad elmozdulnia. Néha rángatózom, akkor fogjanak le. Mikor kezdődik? Egyszerűen csak jön. Mint valami gyors vágás egy filmkockáig közt. Olyan, mint... Mint valami vágás. Csak jön.
Az Isten itt jól van? Az ajtókat. Csukjanak be minden ajtót, fegyver lesz nála. Vért köhögött ember. Vért? Kurvára megijesztett. Előfordul, nem mondtam. Látta az emberünket? Ja. Hogyan jutott be? Amíg kiütve feküdt, érdekli a kísérletünk. Elnök helyettes asszony, engedje meg, még nem ismeri a látónkat. A hölgy az aranydimenzió elnök helyettese. Szóval maga látó. És mit látott? Megnézhetem? Csak a megbízomnak adhatom. Adja nyugodtan az elnök helyettes asszonynak. Adja az elnök helyettes asszonynak. Mondasz magának valamit? Ez valami hülye vicc! Legyél szíves. Tudja, ez nem személyes. Szerintem van képessége, csak nem most. Van nekem egy húgom. Volt. Elvitték. Szeretném megtalálni. Segíthetne? Persze. Hívja majd fel. És kérem, a fejemet ne. Munkaeszköz. Kösz. És ezt? Ne vegye magára. Maga tudta, hogy én voltam. Mindenki formálja maga körül a valóságot. Ha belekarcolok valamibe, annak látható lenyomata lesz. Ha maga lelőne, az érzelmek erős kisugárzásának lenyomatát megőriznék a tárgyak. Csak tudni kell olvasni a lenyomatot. Néha spontán. Miért nem árult el? Csúnya vége lett volna, higgy el. Talán tényleg maga kell ennek a városnak. Vagy csak kell magának ez a város. Még nem tudom. Mire a hó leesik, nem fog itt állni ez a torszülött. Nem akar nekem dolgozni? Sok munkánk lesz, ha kitör a káosz. Ha politikus lennék, azt mondanám, egy új horizont nyílik meg ezelőtt a város előtt. Na, hogy hangzik? Ne szoríts annyira ezt a poharat. A tárgyak megőrzik az emléke lenyomatát. És még elmesélik valakinek.